Már 25 éve emlékeznek meg a víz világnapjáról a nyírségvíz szakemberei. Idén az utóbbi években elindult rossz folyamatok megállítását tűzte ki központi témának a vízszolgáltató. A vezetőség tavalyi évi eredményeiről is beszámolt a pénteki sajtótájékoztatón. A vállalat 2017-ben 8 milliárd forintos bevétel mellett közel 1,5 milliárd forintot fordított beruházásokra, kiemelten a közművek felújítására és pótlására. 2017-et eredményesen zárta a nyírségvíz, közölte a vállalat vezérigazgatója. A nehézségeket elsősorban az időjárás okozta. Aki emlékszik még rá, hogy tavaly január-februárban milyen kemény hidegek voltak, akkor talán nem újság, ha azt mondom, hogy több mint 2000 vízmérő fagyott el, és rengeteg vízelfolyás, csőtörés is keletkezett, amiket aztán szívós munkával és hetekig, hónapokig kitartással hárítottunk el. Aztán nyáron jöttek a viharok, a erős szelek, ami túl sok csapadék esetenként a szennyvízrendszert is megterhelte. Hát ezekkel mind megküzdöttünk, és azt gondolom, hogy a szolgáltatás folyamatosságát ez nem befolyásolta. Országos szinten 41 vízszolgáltató működik, már évek óta a tizedik legnagyobb a nyírségvíz. 86 település látnak el ivóvízzel, és 68 településen végzik a szennyvíz elvezetést és tisztítást. A vállalat bevételének 90%-át a víz- és csatornadíj adja, évente mintegy 1 millió számlát állítanak ki. A felhasználók 80%-a időben fizet, tavaly összesen 147 ezer behajtásuk volt. A vállalat idén is fontos munkákat tűzött ki célul, ezek elsősorban felújítási és pótlási feladatok, főként Nyíregyházán. A nyugati elkerülő ugye fejlesztésre kerül, illetve folytatódik ennek a továbbépítése a város környékén. Ehhez kapcsolódóan több mint 1000 méter 600-as vezetéket fogunk kiváltani. Ezen kívül fejleszt az Eisman vállalata területünkön. Őket is olyan értelemben érintik a vezetékkiváltások, hogy két nagyobb átmérőjű ellátó vezeték megy át a területen, az új fejlesztési területen. Ezeknek a kiváltása is meg fog történni. Ezek egyik fele állami tulajdonú vezeték, a másik fele pedig a Nyíregyházi önkormányzat tulajdonában van. Ezen kívül még természetesen megy a szokásos programunk, ami több száz méter vezeték cseréjét, illetve több száz bekötés felújítását jelenti. Ezentúl több ivóvíz minőségjavító projekt indul vagy indulhat el idén Keopos forrásból. Ez 7 településen már elkezdődött 2018-ban. Ezentúl a megye 6 új helyszínén a szennyvízelvezetés kiépítése is megkezdődött. A Nyírségvíz ZRT egy mintaprogramban is részt vesz. 900 darab lakossági mellékvízmérőt okosítottak, és további 182 intézményi fogyasztásmérőt cserélnek idén okos eszközökre. Lakosság számára azért jó ez, mert az okos mérésbe bevont lakások tulajdonosai laptopjuk, okos telefonjuk segítségével folyamatosan követhetik a felhasználásukat, és hát saját maguk befolyásolhatják, hogyha úgy van és úgy ítélik meg ezt a felhasználást. Illetve amikor elkészül a számla, akkor ez a számla mindig az adott pontos fogyasztás alapján, felhasználás alapján készül, és nincs későbbi ebben probléma arról, hogyha esetleg átlagot számlázunk, vagy esetleg időközben megváltoznak a felhasználói szokások, és az elszámolások során különbözet adódik, akkor nem kell erre felkészülni, hogy később ebben egy nagyobb összeget kell esetleg teljesíteni a szolgáltató részére. A szolgáltató számára persze azért fontos, hiszen egyrészt ebben a projektben való részvétel az nagyon érdekes dolog, tehát ez egy pilot projekt, ebből mi nagyon sokat tanulunk, fejlesztési potenciál megnő a társaságunknál. A szolgáltatónál az úgynevezett távolsági mérés egyébként már évek óta elérhető, tette hozzá Könnyű Zsolt. A vízszolgáltatónak 630 munkatársa van, de azokon a településeken, ahol nincs jelen egy szakember sem, ott számítógépes felügyelet működik. A térinformatikai fejlesztéseknek köszönhetően minden problémáról azonnal értesülhet a nyírségvíz.